Steam, Origin, Uplay játékok, akár eredeti áruk töredékéért. Sőt, nálunk akár készpénzzel is fizethetsz. Gamager.com. Eredeti játékok, olcsóbban. Na, hello pingvinek, itt Nessai, ez pedig a Matrix Soccer. Egy ilyen utcai focival, futszállal, street trükkökkel operáló új játék. Hát be fogtok húgyozni a röhögéstől, hogy milyen. Meg is mutatom, egyből rámegyünk a playre, és egy ilyen lokális dolgot indítunk. Team versus team. Hát ez jó. Dynamic tournament, micsoda választások vannak. Menjen ez a team versus team, jelentsen bármit is. Kivel legyünk? Hát legyünk a brazilokkal, és játszunk a spanyolok ellen. A ketrecben, és nézzük a labdákat, ez mi? Ez egy fekete tekegolyó, beszarsz. Legyen ez a neon undormány. Jó, igen, jó lesz így. Defaultra a beállítás, csapassuk neki. Olyan trükköket fogtok látni, hogy opá, már el is kezdődött. Tehát nincs idő szarakodni, figyeljé, hoppá. A rohadt életbe szar volt az átadás, megvan. Miért akadnak a játékosok jobbra-balra? Tehát a mozgásban vannak hiányosságok, ez hamar feltűnik, igen. Hoppá, olózás! Éppen, hogy kifogta a kapus. Állj, azt a rohadt életbe. Rendkívül izgalmak a pályán. Nem tudom, mit csinálok. Igen, ott kicselezett. Te micsoda szerelés és egy lövés kap... Igen, igen, nem tudom, mit... Halló, nem működött a játékosom, szereld le? Kit irányítok? Halló, ott? Nem tudom, mit ő... Fogalmam sincs, hogy mi a rákos élet történik a képernyőn. Hopika, ezt az egyszer tudom, úgy néz ki ezt a... Na, sikerült egy másik, gyere csak! Hopika, nagyon megetettük a kopasz zöld csávóval. Nem lehet passzolni, és miért az összes csávó milyen kis izé, kopasz Jankó, fehér? Tehát ez a brazil nemzeti futszál válogatott, fehér fiú kopaszon? Itt a kapustól egy csodálatos megmozdulást láthattunk éppenséggel. Mi a fasz ez a játék, gyerekek? Hogy találtam én rá erre? Hát nyilván egyébként ti ajánlottátok, nem is kérdés, micsoda csel lövés! A kapus az így áll egy helybe, baszod, és... Heveny várrángásokkal védi ki az én oltári lövéseimet. Miközben itt ilyen 8 napon túlgyógyuló sérülések közepette mennek a szerelések. Elképesztő ez a szintű gagyiság. Tehát, hogy ilyet valaki kimer adni a kezéből, lehidalok, gyerekek. Megvan a labda, figyeljé! Hát a Ronaldinho-s emelés, igen. Aztán elfelejtett a labda után menni a csávó. Mivel váltok embert? Tehát mi a fasz folyik a képernyőn. 2-0-ra égünk, bazd meg, mint a lángos, hát nehogy már, valamit. Mondatot nem bírok végigmondani, mert elveszik a labdát itt. Megvan, figyelj, cselecske! Nem már! A kapus elfeküdt! Üres a kapu! Vedd már, itt nem én van, mint... Most ez nem volt gól? Hát bement a labda a hálóba, bazd meg, és nem volt gól. Mit csinálok az életemmel? Tehát, hogy mi... Ja, nyertek. Eddig tartott. Oké. Ennyi. Jó, nézzük már meg ezt. Mi ez a Dynamic Tour? Nem, jó lesz a Team versus Team. Oké, legyünk akkor az angolokkal. Legyen igazad, főnök, Tokióba. Megint undorító zöld labdával. Go. Na, csapassuk, most érzem, most más lesz a leányzó fekvése, tehát hogy répázni fogunk, tehát hogy nyerni. Hoppá, már indulok, megint ugyanolyan kopasz csávokkal vagyok, bazd meg, mint a brazil csapatban, tehát ugyanazok az emberek játszanak. Valahogy szereltem, sprintelés, lövés, kivédi. Hát Fabián Barthez úgy védi ezt a portugál kaput, mint hogyha nem lenne francia. Mi a fasz van már megint? Ez a, nem tudom, a Rapper FC a Rapper CF ellen, vagy én nem tudom, mindenki ilyen kapucniba, fehér, kopasz és kurva kemény, tehát hogy... Opa, elvettem a labdát megint valahogy, figyelj, fölí velem! Hát ez nem olyan, mint a FIFA. Hadd ne mondjam, nem olyan, mint a FIFA Street, tehát hogy tulajdonképpen szar. De nem baj, jó lesz. Opa, ott a...
passzolj a haverodnak, kapás lövés, semmi, semmi, tehát hogy az erőlködés mondhatni teljessége fölösleges, tehát hogy itt hopp, hopika, lőni kell, nem, tehát hogy én nem rúghatok gólt, tehát belerohadok az életbe, akkor sem fogok itt hálóba bőrlabdát juttatni. Össze-vissza rúgdasok, bazd meg. Tehát komolyan mondom, mindegy, látjátok ti is. De hogy mi történik, azt nem tudom. Tehát így hallom a hangomat, hogy beszélek, meg így nyomkodok gombokat, de hogy a képernyő mi a fasz van, az köszönő viszonyban sincsen ezekkel a dolgokkal. Na, gyerünk, kopaszok! Mi volt ez a kidobás, főnök? Ilyen keresztlabda, nagyon jó, kis kopasz átveszi, nagyon jó a csel, túlfut a labdán, visszapattintja a falra, még mindig nála, egy veszélyes hazadás, nagyon cseles a fiú, itt egy flipper 360-as csel, vissza a kapushoz, megindul a kapus, egy Oli 60-80, igen, random kopasz gyerek megint itt brillírozik, nem tudunk átjönni a félpályán, na nem mintha bárki ellenállást tanúsítana, csak így visszafelé cseleznek a srácok. Nagyon jó. Hoppá, egy ollózás is történt ott középen, teljesen indokolatlanul a kapus lefeküdt egyet pihenni. Kérem szépen, a közönség tombol, micsoda összjáték. A reflektortól nem látjuk, hogy mi van a pályán. Hoppá, megint egy Oli 691-es számú csel, egy befűzés, egy lövés és véd a kapus, de még mindig ott a labda. Ez keresztbe elzúg, de érkezik középen a csóka, és belövi, belövi. Egészen elképesztő támadás, itt 3 percen keresztül ment az altatás, aztán ez történt. Fogalmam sincs, hogy mi ez. Aha, igen, igen, jó. Tehát a replay se fogja elárulni nekünk ezt. Egészen durva skillek mennek, kérem szépen. Elvesszük a labdát, de mire feleszmélek, már megint nem nálunk van. Hoppá, itt egy távoli próbálkozást védett... nem tudom, az Ádám csutkájával a kapus, itt kavarodás, hátul egy kapufa, semmiből érkezett meg a fehér kopasz fiú, és 2-0. Hát annyira gyors a játékmenet, annyira szabad az egész, hogy kommentálni se lehet. Tehát, hogy Hajdú B. Istvánt ideülteted, összefossa magát a csávó, mert egész egyszerűen ezt nem lehet nyomon követni, ezt a varázslást, amit folyik a pályán. Oda néz. A skill egész egyszerűen olyan magas, hogy köpni, nyelni nem lehet. Egy gól kell a győzelemhez, távoli próbálkozás, kipattan! Nem hiszem el, bazd meg, hogy ilyen játékok létezhetnek az univerzumban. Tehát, hogy Isten nem ver bottal, de ahogy nézem, mással sem, mert ezt a csávót azért egy 220 voltos áramütéssel így Zeus módjára, aki ezt lefejlesztette, meg lehetett volna baszni. Szép körmondatokat produkálok azért ma is. Csinálhattam volna bármi mást az életemmel megint, mint ezt, de hát inkább egy roulette csel, jó a sprintelés, kopasz csávó a kapuig meretel, és 3-0, megnyerték az angolok a meccset, egészen elképesztő teljesítmény, itt ebből a rendkívül látványos szögből megnézhetjük még egyszer, már amikor nem tűnnek el a textúrák. Ki csinálta ezt a fost? Hát komolyan mondom, a rablókat lehetne kínozni vele a börtönbe, komolyan mondom, Guantánamóba úgyis föl akarják számolni az egészet, ültessék le őket, hogy játsszák ezt a szart, és komolyan mondom, soha többet nem követnek el semmit. Hát én sem fogom ezt elkövetni még egyszer. Ne küldjetek nekem ilyen játékokat, mert fölkúrom magam. Na jó, nem, de azért mi a fasz? És van itt valami My Team, amúgy nézzük már meg. Ja, itt vannak a kopaszok. Hát várjál, hát itt mély a történet. Hát itt cseleket lehet beállítani. Hát egy komplet RPG elemekkel is itt meg van tűzdelve a történet. Super Drag. Advanced Rainbow. Aha. Ja, hogy lehet arcot választani, beszarok. Nem tudom, hogy hogy, mert nyomkodom a jobbra balrát és nem történik semmi. Igen. A ruházmányt is itt testre lehet szabni, equip, nagyon vagány. Mondjuk a képernyőn egy piros melegítő van, ez meg fölvett egy szürkét, de hát ilyen fasságúban nem kötünk bele. Igen, itt egy kis katonai sort, itt ez a gyönyörű kék cipő, egészen kiváló. Hát arc egy, na, most lehet arcot választani. Uh-huh. Tehát a kifejező erő, ami ezekből a tekintetekből árad, bazd meg, az lehengerlő. Tehát, hogy
más szavakat használni se tudok. A rassz diversifikáció az egészen felemelő, tehát a texasi csóró republikánustól egészen a francia buzerántéig minden megtalálható, itt a 8. kerületi alvilági tetkós köcsög is itt van. Fantasztikus. Na nem mintha a 8. kerületiekkel baj lenne, mert én szerintem nem, tehát ne, hagyjuk, jó? Elmondtam mindent. Aki ezt akarja, az megtalálja a játékot Steamen, Gamageren is szerintem. Early Access, jó? Tehát tulajdonképpen, hogyha az Early Access folyamán így kidobják a kukába az egészet, és újra kezdik, akkor ez egy tök jó játék lehet. Hogyha ti is így gondoljátok, akkor dobjatok egy lájkot. És hát, hogyha ez meggyőzött titeket, akkor iratkozzatok föl, bár nem tudom, hogy ki az atya úristen dönt úgy ezek után, hogy ide föl iratkozik, de amúgy itt szoktam jó játékokkal is játszani. És néha el is tudom mondani az outrót, de ez ma nem ez a nap. Szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow.